Hát először is nagyon örülök, és köszönöm szépen, hogy eljöttél, elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm, én is örülök. Szokott fájni a derekad? Aha, néha előfordul. Azért kérdezem, mert tudomásom szerint annak idején, amikor még a sajtófotó kiállításoknak az elején jártatok, akkor beérkeztek a különféle fotók, és hogy mindenki, az összes zsűritag és aki ott volt, minél jobban megismerje ezeket a fotókat, nekem csak Ragály Elemér operatőr jut eszembe, operatőrrendező, hogy állítólag derékszögben és négykézláb is néztétek a földön a fotókat. Ez így igaz, de hát ez nagyon rég volt. Akkor ez még az analóg korszakban volt, amikor azt hiszem, hogy olyan 3500-4000 képet kellett végignéznünk, és tulajdonképpen a zsűrizést megejtenünk két nap alatt. Hát ez egy nagyon komoly feladat volt. Hát a végén már mindketten, sőt, mindhárman, sőt, a zsűri többi tagjai is nagyon-nagyon húztuk, vonszoltuk magunkat időnként. Úgy a földön, a képek fölött. Képek fölött. Azért hát ez egy hatalmas szám. Na most, ha én jól tudom, akkor ez valamikor, mármint a sajtófotóra és a pályázatra gondolok, ez a 80-ban indulhatott, a 80-as évek elején, ugye? Igen, igen, én ezt 1981-ben találtam ki, akkor született az ötlet, és később 82-ben csináltuk meg az első nyilvános kiállítást belőle, és aztán én a 30. sajtófotóig szerkesztettem, rendeztem, vittem végig, és a 30-nál elbúcsúztam, hogy most már jöjjenek a fiatalok, mert hát azért közben jelentős idő telt el, és hát sokkal könnyebbség lett az utóbbi időben, amikor az analóg korszakról áttértünk a digitálisra, és már nem képeket kellett zsűrizni a földön úszva, hanem kényelmesen ülve, egy monitor előtt nézve, és úgy lehetett zsűrizni. Azt mondtad, hogy utána 82-ben volt az első nyilvános. Előtte, amikor nem volt nyilvános, akkor hol volt? Ez akkor a Műegyetem E-klubjában volt. A nevezetes E-klubban, igen, hogy zenéről is beszéljünk. Igen. Ott rendeztünk egy szakmai klubnapot. Csak a szakmának. A fotoriporterek szakosztálya. És ott raktuk ki az abban az évben díjazott képeket, mert a pályázat az már korábban is volt, és tűztük föl a falra melléjük azokat, amelyek nem kerültek díjazásra. És így kiderült a bizonyos fajta nézeteltérések kiderültek, és a következő évre már megváltozott a pályázat, megváltozott a zsűri, és megváltozott minden, és akkor mondtuk azt, hogy egy olyan nyilvános kiállítást csinálunk, ahol föltesszük a képeket, nem csak a nyerteseket, hanem a többi képekből is föl tudunk tenni. Csak aztán ez a kiállítás sorozat, ez nőtt, és végig jártuk rendesen Budapest kiállító termeit, amíg végül eljutottunk a Nemzeti Múzeumban, ahol 5 évig a József Nádor termekben volt látható a sajtófotó kiállítás. Na most én szándékosan még nem a te munkáidról és képeidről kérdezek, hanem inkább azokról a korszakokról, mert ilyenkor szokták ugye azt mondani, hogy nagy idők nagy tanúja, ami vonatkozik természetesen a közéletre, a politikára, a művészetre, a színházra. Nem sorolom tovább, hiszen azt hiszem, hogy nincs is olyan műfaj, ahol te, mint fotoriporter ne fordultál volna elő. És ezért azért is hozom szóba, hogy ha már itt visszamentünk a 80-as évekre, akkor ugorjunk egy nagyot, mert egyszer megkérdezték tőled, nem tudom, valahol olvastam, hogy melyik a kedvenc képed, és akkor azt mondtad, hogy 2009 volt valami kiállítás, és a határnyitással foglalkozott ez a dolog, igaz ez? Igen, a sajtófotó kiállítás 2009-es igen, tárlatán egy kísérő kiállítást rendeztünk, mert minden évben volt egy kísérő kiállítás, és miután akkor esedékes volt a határnyitásnak a 20. évfordulója, igen, tehát erre válogattunk össze egy képanyagot, és ebből csináltuk meg a kísérő kiállítást, ahol olyan 80 képpel annak az időszaknak a legjobb képeit mutattuk meg.
és ezek szerint a 20 évvel ezelőtti állapotokat tükrözhette, sőt tükrözte is az, hogy valahova a lépcsőre tettetek egy trabantot. Igen, a Nemzeti Múzeum lépcsőjén volt egy trabant, ami a Máltai Szeretetszolgálat tulajdonában volt, amelyik annak az időszaknak a német újságjaival volt letapétázva kívülről. És ezt és egy határsorompót föltettünk a Nemzeti Múzeum lépcsőjére, hogy ezzel is mutassuk be, hogy itt miről van szó. Nagyon sokféle, ezért is mondtam a sokféle műfajt, és nyilvánvalóan olyan képek is a falakra kerültek, vagy legalábbis a zsűri elé kerültek, ami akkor talán nem tetszett mindenkinek, most nem elsősorban csak a politikusokra gondolok, hanem inkább a kultúrpolitikára. Igaz az, mert ez elég ritkán hallani, hogy írókról, költőkről hallani, megírta, följelentették, stb. De igaz az, vagy városi legenda, hogy feljelentések is érkeztek a 80-as évek elején, egyszerűen azért, mert olyan témája volt a képnek, ami nem tetszett. Igen, igaz. No, igaz. Mi volt? Én erre találtam ki azt válaszul, hogy miután egymás után több éven keresztül följelentettek, hogy olyan személyiséget kérek föl a kiállítás megnyitására, akinél följebb följelenteni már nagyon nehéz. Tehát a tájékoztatási hivatal elnökét, az Agitprop osztály, a Központi Bizottság Agitprop osztályának vezetőjét kértem föl, vagy a kiváló fotóművészt, Katona Istvánt, aki hát ugye a Kádár titkárság vezetője is volt egy személyben, de hát egy kiváló fotográfus is. És ők nyitották meg a kiállítást. Na most ennél magasabb szinten följelenteni már elég nehéz. Ez egy okos gondolat volt mindenféleképpen. Nézd, az ember megpróbálta védeni azt, amit tulajdonképpen nem is kellett volna védeni, mert teljesen természetes volt. Értem. De hát azért ezt... Na beszéljünk akkor egy kicsit rólad is, mert nem titok, hogy az ember ilyenkor nem elég, hogy az ember ismeri a másikat, hanem azért egy kicsit mélyebben is kutogatni kell, és nagyon sok mindent tudnak rólad, de azért én most visszaugrottam egy kicsit a múltba, már csak azért is, mert úgy tudom, hogy elég korán kezdted a szakmát, még talán 20 éves se voltál. Hát 19 voltam. Na, akkor egy hiány 20. Úgyhogy 60 éve kezdtem el a szakmát tulajdonképpen. 54-ben, csak aztán 1955-től egy évig a dolgozó népet szolgáltam magyarul, a magyar néphadsereg kötelékében tartózkodtam, és utána folytattam. Na most a szakma, én a fővárosi fotóriport osztályán kezdtem el, ahol vagy 10 évet lehúztam, és utána 64-ben kerültem az akkor induló Tükör című képes heti laphoz fotoriporternek. De én 58 óta folyamatosan a rádióiságnál is voltam szerződésben. Igen, igen, ez megvan, de most én azért is kérdeztem ezt a nagyon fiatal kort, mert kettőt kérdezek egyszerre. Ki adott először fényképezőgépet a kezedbe, vagy miért vettél te magadtól először fényképezőgépet a kezedbe? Az első fényképezőgépemet én szereztem 17 éves koromban. Magyar vagy szovjet gép volt? Magyar, német. Hát az akkor nagyon Tenax. Mert a pajtásra emlékeznek az emberek, meg az orkíra. És utána pedig egy Exam volt, az is egy német gép. Tehát mielőtt profi lettem volna, amikor, mint fotoriporterként elkezdtem a szakmát, akkor már komolyabb gépekkel dolgoztam, és szinte nincs is olyan gép, ami nem fordult volna meg a kezembe, de hát elég korán a tükörnél kaptam egy Nikont. Na, hát az és azzal a Nikonnal
egy 15 évet dolgoztam, és aztán én a márkához hű maradtam, máig is Nikonom van. Na, hát itt ez a termék megjelenítés, de ez most ebből a szempontból nem érdekes. Sokkal inkább érdekes az, hogy egyáltalán ki keltette, vagy miért keltődött fel az érdeklődésed a, most nagy szavakat mondok, fotoművészet iránt. Nem a fotoművészet iránt, a fotográfia, a fényképezés iránt. Egyrészt azért, mert érdekesnek találtam, és aztán ahogy jobban belekerültem a szakmába, több dolgot fedeztem föl benne, mert végül is az újságíró, a fotoriporter ugyanazt csinálja, csak az egyik tollal, a másik fényképezőgéppel írja. És én emlékszem arra, amikor Dombovári Gábor rádióriporter volt, akkor ő ugyanezt csinálta mikrofonnal a kezében. Egyébként, ha már szóba hoztad, újságírók szoktak aranytollat kapni, de te is aranytollas újságíró vagy, és nem aranyfényképezőgépes. Mert hiszen hát ez is a szakmához tartozik. Na most a másik dolog, hogy és most téged idézlek, mert csak jókat és nagyszerű embereket lehet, ugye? Azt mondtad, hogy egy kép olyan, mint egy mondat, a képsorozat pedig egy novella. Ez így igaz. És akkor kell, hogy eleje vége legyen poénja. Ezt te tanítod is, vagy csak vallod? Ezt én vallom, tanítom. Hát már vagy 25 éve tanítom, hiszen egy mondat is akkor jó, hogyha az alany, az állítvány, a határozók, a jelzők mind a helyükön vannak, és mind megfelelnek annak, amit ki akar fejezni. Igen. Hogyha ott valami zűr támad, akkor érthetetlenné válik a mondat. Na most a kép is ugyanilyen. Ha mindennek a helyén kell lenni, és akkor lesz jó. Volt egy kiváló szobrász, Michelangelónak hívták. Igen, azt mondta, kevésre ismert. Igen. Azt mondta, hogy minden kőben benne van a szobor, csak a felesleget le kell róla fejteni. Hát ez az. Akkor tökéletesen érthető a mondat egyébként. Csak zárójelben mondom, hogy van egy operatőr kollégám, aki fényképezik és mindenhol fotózik, és kiállításra volt, stb. És egyszer megkérdezték tőle, és most azért is mondom, te, mint tényleg a szakma legismertebb és legklasszabb embere, mit szól ehhez? Ő mindig azt mondta, hogy fogta a gépet, és azt mondja, hogy én soha nem azon gondolkozom, hogy mi legyen a képen, hanem azon, hogy mi az, amit ki kell hagyni. Igen, én erre azt szoktam mondani, hogy nézz, láss, gondolkozz és exponálj. Igen, hát akkor benne van. Na, a másik dolog, hogy tényleg beszéljünk először is arról, ami aktuális, mert Budapesten az Örkény könyvesboltban, a körúton. A Kultíriz galériában. Igen, a Kultíriz galériában. Néhány nappal ezelőtt nemrégiben megnyílt egy kiállításod, 20-valahány képpel, és nyitva van még egészen október közepéig. 18-ig. Október 18-áig, úgyhogy nem csak beszélünk, el is lehet menni megnézni a képeket, azon kívül, amit itt a műsorban is látnak. A másik dolog, ami szintén azért izgatott, mert valahonnan te ezt szedted, idézlek, szavak, amik a képet félbemetszik. Mert ez egy olyan képszerű, csak valaminek valamilyen érdekes jelentése lehet. Nem emlékszem, hogy milyen szöveg, pontosan milyen szövegkörnyezetben mondtam. Ez nem baj. Ha egy képnek önmagának kell beszélnie, és nem szavakkal kell leírni. Ja, értem. Tehát én azt mondtam, hogy mindig a kép és a hozzátartozó kép aláírás az egy szoros egységet alkot. Ha a kép aláírásnak nem azt kell tartalmaznia, ami a képen látható, hanem ahhoz kiegészítő információkat kell adni, igen, hogy a befogadó meg tudja érteni pontosan, hogy miről van szó. És nem leközvetíteni azt, ami ott van rajta. Igen. Azt úgy is látja. Persze. De te azt is vallottad, és ezt egyszer, én megmondom őszintén, nem emlékszem hol, de hallottam is tőled, valahogy úgy fogalmaztál, hogy neked minden kép tulajdonképpen egy metafora, egy hasonlat. Na most ez megint olyan, ami nagyon szépen hangzik, de lehet, hogy egy kicsit meg kell magyarázni. Hasonlat, igen. Készítettem olyan képet, illetve
Volt egy olyan látvány, amit valamikor észrevettem, de technikailag nem tudtam képet készíteni belőle. És egy bizonyos idő elteltével valahol megismétlődött, vagy nagyon hasonló látványban volt részem, amikor fölkészültem géppel, a kezemben voltam, és megtudtam, rögzíteni tudtam azt a pillanatot, amit döntőnek és fontosnak tartottam. Értem. Azt soroltam én itt természetesen csak hézagosan, hogy nincs is olyan műfaj, ahol ne dolgoztál volna, de tudom, hogy az egyik szívecsücske szerelme a színház, és hát olyan nagyszerű színészekkel dolgozhattál, mint nem tudom, Latinovics, Sota is sorolhatnám, de most azért jutott eszembe éppen ő, illetve ők ketten, mert amikor egy művésznőről, egy színművésznőről, vagy egy színeművészről elkészül egy kép, akkor mindjárt mondom, hogy mi következhet belőle, ha miután televíziós is voltál. A televízióban, amikor megjelennek a színművészek, tisztelet a kivételnek, akkor azt mondják, ide még egy kicsi sminket, oda még egy kicsi sminket, és akkor elmagyarázza a sminkes, hogy kezi csókolom. Ez a képernyőn nem így néz ki. Higgy el, ezt én tudom. Most azért hoztam szóba Sota Irént, mert amikor elkészült róla egy kép, portré, akkor nem biztos, és mások se, hogy azonnal elégedettek voltak vele, sőt, esetleg még cseszegettek is, hogy nem így kéne. A Sota Irénről készült kép esetében ez így fordult elő. Nem tetszett neki saját maga, vagy amit csináltál? Nem tetszett az, amit csináltam. És akkor egy kicsit föl volt háborodva, és mondtam, hogy Irén, nézd meg, légy szíves, a szemet. Így ránézett még egyszer a képre. És azt mondta, hogy igazad van. Akkor belátta. Belátta. Igen. Tudnélik, olyan erő, olyan hit sugárzott, tisztaság sugárzott a szemeiből, annyira szuggesszív volt a tekintete, hogy akkor és azóta is nagyon sok embert megfog ez a tekintet. Most nem én, hanem inkább te soroljál föl, néha dolgsítunk, mert az idő megy. Tényleg olyan személyeket, művészeket vagy nem művészeket, akikre nagyon-nagyon szívesen emlékszel egyfelől, másfelől, akikkel nehéz volt dolgozni. Nagyon szívesen emlékszem, és hát elég nehéz volt dolgozni Latinovics Zoltánnal. Bár én őt jól ismertem, mert ugyanabban az iskolában jártunk, csak ő 4 évvel fölöttem járt a gimnáziumban. De nagyon szerettem vele dolgozni, mert egy kivételes tehetségű színész. Ezen túl egy nagyon nehéz ember. Hát ez igen. Na most az a megtiszteltetés ért, hogy amikor az Adi verseket lemezre mondtam. Igen, igen. És én csináltam a lemez, a hanglemez borítóját. Mert akkor még voltak hanglemez borítók. Ilyen szép nagy formátumok. És megbeszéltük, hogy mi az, amit szeretne ő is látni, és amit szeretnék én is csinálni. Igen. És akkor megállapodtunk, hogy bejön a stúdióba, és Adi verseket mond, és én közben fényképezek. És tényleg Zoli halál pontosan megérkezett, és elkezdtünk dolgozni. És hát az első tekercs végén már azért az a 36 kocka az elég gyorsan elment. Mondtam, hogy volt bocsánat, egy pillanat, filmet kell cserélnem. És amíg én a filmet cseréltem, addig láttam, hogy ez a fölhúzott állapotú versmondó színész, ez leeresztett. Igen. És abban az állapotában láttam, ami abban az időben nála, hogyha nem figyelte senki, akkor előfordult. És mondtam, hogy gyorsan szeretnék exponálni, és beszéltem vele közben, míg a filmet kicseréltem, majd fölvettem a gépet, és 2 kockát tudtam exponálni, mert a harmadikra már megint az a versmondó színész volt, aki
ő volt. Na most mindebből azt a tanulságot lehet levonni, vagy gondolom, hát ezt sokkal jobban tudod, mint én, hogy az, hogy valaki lefényképez valakit, az nem azon múlik, hogy most megnyomja a gombot, hanem igenis tisztában kell lenni nagyjából az illetővel, életével, szokásaival, és nem a pillanat művészete, ahogy mondani szokták, mert egy pillanat alatt így utcán szaladgálva, most nem híradóról beszélek, szóval akkor azért nem lehet hiteles képet csinálni, gondolom én. Természetesen, hogyha az ember egy olyan portrét akar készíteni, ami sugárzik, amin átjön a képen lévő személyiség jegyei, átjönnek a személyiségének jegyei, akkor ahhoz ismerni kell a személyiséget, és tudni kell mindent róla, vagy legalábbis nagyon sok mindent. Hát természetes, és ezért is gondoltam, és nyilvánvalóan azért is, én nem sorolom el, mert azt hiszem, hogy itt még 10 percet beszélhetnénk arról, hogy hányfajta díjad van, és kereszt, és minden, megkaptad az összes kitüntetést, amit lehet, illetve nem biztos, hogy összeset, mit nem kaptál még. De nem jó, érdekes. Hagyjuk, szóval nem sorolom föl, tényleg egy, nyugodtan mondhatom, egy nagyon-nagyon megbecsült, szándékosan mondom, hogy fotoriporter vagy, mert te is mindig ezt mondod magadról, de most ezt azért hozom szóba, mert azért volt az életedben néhány olyan fordulópont, amikor lépni kellett, váltani kellett. Most a legeslegegyszerűbb, mondtad te az elején az analógot, bejött a digitális 21. század, és a fotósok legtöbbi azt mondja, hogy ez már nem az, mert mindenki fényképésznek hiszi magát, meg kell nyomni a gombot, lenyomnak 100 felvételt egy nyaraláson, amit soha nem néznek meg. Szóval nem azt kérdezem, hogy jó-e, hogy így van, mert nyilvánvalóan technikailag jobb, de hogy álltál át? Elég egyszerűen, mert én mindig azt mondtam, hogy az a szerkezet, amivel azt a látványt, amit én kinézek magamnak, rögzítem, az egy eszköz. Na most, amikor analógban dolgoztunk, akkor filmet tettünk a gépbe. Amikor digitálisban dolgozom, ugyanolyan géppel, nem filmet, hanem kártyát teszek bele a gépbe. De minden csak egy eszköz ahhoz, hogy azt a világot, amit én kiválasztok vagy elképzelek, azt rögzíteni tudjam. Nagyon sokan temették a fényképezést, és azt hiszem, hogy teljesen oktalanul. Ez olyan, mint amikor jött a tévé, azt mondták, meghal a mozi, nem igaz, akkor jött az elektromos e-book, akkor nem fognak olvasni, meg számítógép. Ez se igaz, a mai 17-esek igaz, hogy nem olvasnak annyit, de egy csomó dolgot jobban tudnak éppen a számítástechnika miatt, mint mi. De ugye ezek szerint kicsit álkérdés. Ugye a fotózást sem kell temetni. Nem. Nem, hiszen a világ nagyvárosaiban jelentős múzeumok foglalkoznak fotográfiával. Jelentős gyűjtemények vannak. És hogyha megnézzük, akkor hát Magyarországon is a sajtófotó kiállításnak volt sok éven keresztül a legnagyobb nézettsége. Igen. 30-40-50 ezer ember látta változóan ezeket a kiállításokat, amelyek 6 hétig tartottak nyitva. Tehát ebből is kiderül, hogy népszerű. A digitális korszakban is. Szóval a mozgókép nem viszi el az állóképet. Még egy így végezetül, visszanéző ez a kiállításodnak most a címe. Hát tényleg visszanézel egy kicsit, van is mire nagy büszkén. Mikor volt a kezedben utoljára gép? Az idén nyáron. És mikor lesz legközelebb? Nem tudom, amikor kedvem lesz hozzá. Szóval ide is kell az ihlet. Ihlet. Kicsit már túlkoros vagyok ahhoz, hogy napi munkában részt vegyek. Tehát akkor veszek fényképezőgépet a kezembe, amikor valami olyat látok, amit szeretnék rögzíteni. Fotoalbumok? Megjelent 4 könyvem. Ezért kérdezem. Hát lehet, hogy még lesz, de nem vagyok benne biztos. Jó, hát én köszönöm szépen még egyszer, hogy megosztottad velünk gondolataidat, és akkor a kedves nézők nevében is mondom, hogy minél sűrűbben forduljon elő az, hogy látsz valami olyat, hogy felemeld a gépet és fényképezz.